Egy kellemes balatoni nap után, amikor a nap jótékony, simogató sugarai már eltűnőben vannak. Egy jó film megnézése lehetőség szerint egy szabadtéri moziban remek program lehet. Június 12-én indul a Mozgó Fesztivál, a magyar filmek ünnepe. 8 film premierjét láthatják majd a fesztiválon. 8 éve, mióta vallásos lett semmit. Mit mondjak neki? Hogy meghalt az anyja. A mozgókép, azaz a mozi kezdete óta tudjuk, filmet nézni jó. Azóta filmeket már nem csak moziban láthatunk. A nemzetközi filmrengetegben a néző nehezebben szűri ki a jó filmeket. A Gutenberg galaxis után elérkeztünk ugye egy új galaxisba, aminek még nem adtak nevet, én most megpróbálok neki nevet adni, ugye ez a mozgókép galaxisa, hiszen az információ nagy részét az emberek a mozgóképen keresztül szerzik be. Nevezzük el Lumière galaxisnak, ugye a Lumière testvérek fedezték föl a filmet, magát 1895-ben, csak ez korunkra hatalmasodott el úgy, hogy nagyon sok megjelenési formája van. Azért, hogy ebben az óriás végtelen galaxisban mi is megtaláljuk a magyar filmeket, ezért újították meg az egyébként komoly múltra visszatekintő filmes mustrát. Az első magyar filmes seregszemlét 1939-ben rendezték meg. Most már úgy tűnik, hogy otthonra lehet a Magyar Mozgókép Fesztivál, vagy idei nevén, reméljük sem hosszú távú nevén, Mozgó, itt Veszprémben és a térségben. Június 12 és 15-e között Veszprémbe, Balatonfüreden és Balatonalmádiban rendezik meg a Mozgó Fesztivált. Ekkor a filmesek és a közönség egy helyen, egy időben találkozhat egymással, és ami talán még ennél is fontosabb, jobbnál jobb filmeket nézhetünk meg, és beszélgethetünk az alkotókkal is. A fesztivál igazgatója Csáki Attila, gyártásvezetőként kezdte a filmes pályáját, később számos sikeres magyar filmnek, dokumentumfilmnek volt producere. 2021-től a Színház és Filmművészeti Egyetem Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet főgyártásvezetője, 2022-től intézetvezető helyettese. Nem én mondtam, hanem talán a Pilinszky, és ő a fotó kapcsán mondta, hogy minden egyes képkocka olyan, mint egy palackposta üzenet. Tehát üzen valamit valahova a jövőbe magunkról, nem tudjuk kinek, nem tudjuk ki fogja megnézni, de egyfajta üzenet magunkról, most egy látlelet. És azt gondolom, hogy szerintem ezt ki lehet bontani, ezt a megállapítást nagyon szépen a mozgóképre, a filmre, hogy minden egyes filmalkotás, mozgóképes alkotás, amit filmalkotók készítenek, egyfajta üzenet magunkról. A filmes üzeneteket a Balaton közelségében, kertmozikban, a csillagos ég alatt nézhetjük. A magyar filmek mustrája ünnepe is a filmnek. Ekkor díjazzák a filmkészítőket. Idén 5-fős szakmai zsűri dönt a legjobbakról. A zsűri elnöke Ternovszky Béla, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar filmrendező, érdemes művész. A Mézga család és a Macskafogó című animációs filmek alkotója, képzőművésznek tanult. Bekerülve a Pannonia filmstúdióba, ez a közeg ilyen örvényszerűen magába szippantott. Rengeteg rajzfilm készült a 70-es, 80-as években, a magyar animáció csúcsidőszakát írták akkor. A rendszerváltás nem volt jó hatással a műfajra. Így kezdett esni a műfaj értéke, a benne levő tehetségek más utat kerestek, vagy külföldre mentek szerencsét próbálni. A tehetség azonban mindig utat tör magának, lassan, de újra fellendült a műfaj. Amit ma elmondok nektek, a teremtés meséje lesz. Idén a filmek producereit is díjazzák. Komoly munka hárul rájuk egy-egy film elkészülésénél. Szerintem a producer feladata azon túl, hogy a finanszírozás, ami sajnos nem kis feladat, tehát hogy nagyon, nagyon drága műfajról beszélünk, nagyon összetett műfajról beszélünk,
de azon túl egy producernek kell kreatívnak is lenni, és valahogy az, hogy az ötlettől a vörös szőnyegig eljuttat egy filmet, még messzebbre kell gondolkodni, hogy a vörös szőnyegen túl hogy jut el majd minél több emberhez, akár Magyarországon, akár a világon. A vetített filmek nagy merítést ígérnek a nézők számára, érdemes elmerülni a kínálatban. Ugye az összes műfaj itt lesz, tehát amit mondtam, játékfilm, tévéfilm, dokumentum, animáció, kicsi, nagy, rövid, hosszú, minden lesz. A fesztivál igazi körkép a szakmáról, és nem csak a jelenre koncentrál. Picit az, hogy hol tart ma a magyar filmipar, hol tart ma a magyar filmipar Magyarországon, hol van a helye a nemzetközi szinten, mi történt az elmúlt 125 évben, mi történik most, és vajon mi várható jövőre. Szerintem erre mindre kapunk egy kis választ itt a fesztiválon.